Az állami média csatornáinak logói az MTVA Kunigunda utcai épületénél. Az idén összesen 80 milliárd forintból működik a tévé, a rádió és a hírügynökség, ebből 10 milliárd a reklámbevétel, a többi közpénz. Bár még 3 hónap hátra van az évből, az állami médiának 47 milliárd forintos adóssága van. Azt mondják, ez az összeg még a székház megvásárlására felvett 62 milliárdos hitelből maradt meg. Minden esetre ezt most átvállalja az állam, így tovább nő az állami média költségvetési támogatása. Az MTVA egy feneketlen zsák. Az együtt szerint az állami média pazarló és elfogult. Én azt hiszem, hogy ez a nagyjából 70-80 milliárd, amit idén kapnak, az bőven elég ahhoz, hogy ezt a nézhetetlen bűnrossz valamit csinálják, ami egy fideszes pártpropaganda, semmi szükség arra, hogy még idén majd 50 milliárdot beletoljunk. A hitelátvállalással az MTVA lényegében 127 milliárd forintból gazdálkodhat az idén. Összehasonlításként egy évben táppénzre 54 milliárd forintot, gyestre 69 milliárdot, a teljes szociális ellátórendszer működtetésére 79 milliárdot fordít az állam, de még a bíróságoknak is kevesebb, évi 87 milliárd jut. Az állami média majdnem annyi pénzt kap, mint a teljes felsőoktatás, ami 136 milliárd forint az idén. A több 10 milliárd forintos költségvetés dacára kevesen nézik a műsorokat. A Duna TV átlagos közönség aránya a múlt héten 6,2% volt, a legnézettebb műsorát, egy német-olasz filmet 420 ezeren látták. A gazdasági minisztérium szerint a hitel átvállalása nem jelent újabb terhet a költségvetésnek, az együtt minőségi kifogásait pedig nem tartják megalapozottnak. Lehet, hogy az önnek nem tetszik az, hogy ez a köztelevízió bemutatja azt, ami az országban történik, ami az országban épül, amikor az emberek beruházásnak tudnak örülni, azonban higgye, hogy ez is az ország része, az ország eredménye, és ezt is be kell mutatni. Közben az is kiderült, hogy az állami média működésére szánt pénz jövőre sem csökken, összesen 77 milliárd forintot költenek majd rá a költségvetésből.